Köszönöm a szót, elnök úr, és tisztelt kormánypártok, a legmélyebben fel vagyok háborodva, hogy a Nemzeti Minimum Programról szóló javaslat tárgyalásához a kormányból senki nem jött be, senki nincs itt a Magyar Országgyűlésben. Közismert névén a patkóban, hogy végighallgassa azt, hogy milyen érveink szólnak amellett, hogy a Nemzeti Minimum Programra szükség van 50 ezer gyermekéhezik ma is, most is, hogy ezt a javaslatot itt tárgyalunk. És én próbálom önöket meggyőzni arról, hogy a frakciókban uralkodó állapotok ellenére vállalják fel azt, hogy a magyar költségvetésben legyen mindig elég pénz ahhoz, hogy a 21. századi Magyarországon egy gyermek se éhezzen. És hozzáteszem, hogy az LMP mindig büszke volt arra, hogy a Nemzeti Minimum Programnak a benyújtója lehet, viszont hozzá kell tennem, hogy itt a köszönet a civileket illeti, akik most is itt vannak velünk a patkóban, a kormánnyal ellentétben. Itt ülnek bent a páholyban, és figyelik ezt a teljesen méltatlan vitát, amit a kormánypárt azzal tett tönkre, hogy nem jelent meg ennek megtárgyalásán. Ennek ellenére én most köszönöm a civileknek, hogy itt vannak, és köszönöm azt is, hogy az egyre csökkenő népszerűségű pártokat, illetve politikusokat bevonták ebbe a folyamatba, hiszen pontosan tudják azt, hogy mi a tét, itt 50 ezer gyermeknek a sorsa a tét, hogy kapnak enni, vagy nem kapnak enni. Én szomorúan látom, hogy Magyarországnak egy olyan kormánya van, amely nem csak, hogy egy borzasztóan felháborító bizottsági ülést tud produkálni ezzel a programmal kapcsolatban, de tényleg felháborítónak tartom, hogy magán a vitán sem jelent meg. Az LMP végig következetese volt ebben a kérdésben, az első perctől támogattuk a javaslatot, minden kitétellel, ami szerepelt, egyetértettünk. Örültünk annak, hogy volt kormánypárti aláírója, szomorúak voltunk, hogy a KDNP a kezdetektől fogva elzárkózott, és amikor önök megváltoztatták a véleményüket, mi azt mondtuk, hogy vegyék a nevükre, adják be, önök csak szavazzák meg. Önök ezt nem tették, itt már csak kérdések vannak, hogy mégis önök hogy gondolják, hogy mernek így viselkedni.